kaktusz az most váltottam ki nem régen, az tele van, meg a másik is tele van. Andaxin. Andaxin az. Na, a többit azt megbeszélik Juditkával, hogy mi fér bele, meg mi nem fér bele. Jó, köszönöm, Valika. Nem, majd hívjuk egymást. Beszéljék meg, hogy mi fér még az enyémbe bele. Jó. Puszika, köszönöm, kész csók. Egyedül van otthon, Juditka? Hát most éppen a Valikával van, a gondozónővel. Uh-huh. De amúgy meg egyedül. De már a nyaggatott, hogy már tűnjek már a francba. Mert ugye úgy volt, hogy én végigcsinálom a veletek azt a izét, csak aztán ezek a lányok nem engedték. Ja, tudod, megmérték a vérnyomásomat, meg a vércukrot, meg minden, aztán szóval se lehet róla. Azt mondja, hát ha nagyon akarom, akkor csináljam, de na, ez életveszély. Az első két évben csak úgy jártam, hogy van egy trafikos haver, azzal jártam ki, hogy tudod, ilyen vendégpecásnak. Aztán... De ez kell valami papír? Persze, hát rendes engedély kell. És ráadásul nem is olcsó. Mennyi? 19. Mennyi időre? Egy évre. Egy évre 19 ezer? Aha. És ki fogsz annyit a Dunából? Hát tegnap hazavitt olyan 4 kiló keszeget a bűvő. Hát van, ponttól kezdve, a harcsától kezdve minden. Aki errefele ekószál, vagy itt éderel bent az erdőbe, azok már évek óta erre vannak. És itt is raknak emberek, hajléktalanok? Hát ott bent a 4-500 méterre, bent a nádasban, ott van egy csoport. Hát most már csak ketten vannak, két férfi. Egyik az olyan korombeli, másik az olyan 40-es körül van. Berendes srácok. Szóval nem félsz itt észre? Nem. Hát nem volt én nekem a cigányokkal se semmi bajom. Itt volt egy elég komoly cigány banda, csöves banda. És hogy csak volt? Hát kipaterolták őket. Azt hallottad, hogy itt találtak egy csomó hullát. Az itt van? Pont itt, ahol mi vagyunk, ez mögött ott a földeknek a vizéjába, tehát a földek felüli oldalon, benne az erdőben. Az, akiket beástak? Aha. És mégis képes volt ide jönni? Hát... Félek én semmitől, mitől féljek? Hoztam neked barackot, megígértem. Fogyis dobozban van, majd viszünk a Juditkának is, jó? Kettő van, úgyhogy nyugodtan egyed. Itt ki van nyit, itt, látom? Ja, azt kerestem, hogy hol van. Ó, ez csodálatos. Most szedtem a fáról neked, direkt. Na, tényleg nagyon szép. Még a jég se vert el. Hát azért valami sérült, mert fúj a szél, meg... Na jó, tudom, hát ez barasz. Azt... Köszönöm. Jó étvágy. Yeah.
a Dunába. Itt fogunk egy gumicsizmát. Állatok szoktak itt lenni? Nem igazán. Mocska. Hát egy-két horgász, amikor nagyon belül. Ja. Kukorica? Azt is a Tamár kukoricát, tudom kukorát. Nézem kukorát. Hát sok sikert kívánok. Viszontlátásra. Nagyon klasszul megcsinálták. Csak meredek. Megint nem lehet sátorozni. Mondjuk lehet, mert ha ott rögtolja az ember, akkor nagyon szűken eltér ez a hatalmas sátor. Megtöltek a minisztáim. Az volt a baj. Fogtam volna éreggel. Sokat. Ilyen nagyon jött a kárász. Reggel. Reggel 3 óra, fél 4 óra körül. Tudod. Beszállni nem akkor kell kijönni, amikor az embernek kedve van. Ha a halat akar mondani, akkor eszik a halat. Na Tibor. Köszi a barackot, a látogatást. Nem ügyelt maradni.